Tisztelt Közgyűlés! Két olyan a megye szempontjából fontos közéleti problémára szeretném felhívni a figyelmet, ami azt gondolom, hogy mindenképpen szóra érdemes. Az egyik dolog az az, hogy ez az ukrán-orosz testvérháború ugye nagyon kemény szankciókat eredményezett a keleti piacon. De gyakorlatilag ezek a uniós és egyéb politikai szankciók nem egyebet jelentenek, mint ennek a megyének, amelyik megyének tényleg stratégiai dolog lenne a keleti piac, hogy beszűkülnek a keleti piacok, hát ha nagyon durran akarnék fogalmazni, akkor bezárulnak. Kérem szépen, ahogy halljuk, történelmi mélyponton van a lehalmára, 12-50, meg ilyen összegekről hallunk. Azt gondolom, hogy valamit tenni kellene. Tehát az nagyon szép dolog, hogy itt az Unió alkalmaz ilyen-olyan szankciókat, de az, hogy ennek a levét megint egy olyan megye igya meg ebbe az országban, ami egyébként is történelmi hátrányoktól sújtott, az azért mégiscsak képtelenség. Tehát én azt javasolnám a közülésnek, a közülés vezetésének, hogy amíg még nem késő, kormányzati szinten történjenek intézkedések, almaügyben, mert nagyon-nagyon nagy baj lesz. Amúgy is ugye, hála a Jóistennek, kopogjuk le, jó termés volt, nem vert el a jég, a termés nem fogyott le, mint máskor. A jó termés az mindig értékesítés és feldolgozási gondokat okoz. Na most a mostani dolog, meg az a nemzetközi politikai helyzet, ami bizonyos embargós kötelezettségeket jelent, akár a mi hazánknak is, a orosz piac felé, az egészen elképesztő bajokat okozhat a megyei gazdáknak, a megye lakosságának. Én azt kérném a politikusainkat, hogy a közülés feltéveztéssel éljen, és kérjük a kormányt, hogy még időben tegyen hathatós intézkedéseket, támogatást, vagy akár forduljunk az EU felé, hogy lehet is szankciókat előírni az Uniónak velünk szemben, amire mi is kötelesek vagyunk betartani. Csak hát akkor valami módon kompenzálja akkor az Unió azt, hogy itt mondjuk el lehetetleníti az ország harmadik legnépesebb megyét. Ez az egyik dolog, amiről szerettem volna beszélni. A másik dolog az, hogy még amikor nem tudtuk, hogy lesz a szabolcsi miniszter, akkor én valamelyik hozzászólásom mondom, hogy jó lenne, hogyha kormányzati szinten minél hathatósabban tudnánk ebből a megyében megjelenni. Azt mondom, hogy nagyon nagy örömmel fogadtuk, hogy stratégiai tárcát kapott tőlünk Sesták Miklós úr, aki ugye a mi megyénkből származik, itt ügyvéd évtizedek óta, ebből a közülésből is dolgozott, stb. Ahogy szokott lenni, ahogy itt ebben az országban valaki miniszter lesz, legyen az Veres János Szabolcsból, legyen a Sesták Miklós, onnantól kezdve elkezd rá lőni dupla csomóna a média, mintha valami módon irritálná a budapesti sajtót az, hogy végre már ez az elmaradott, hátrányos helyzetű megyés miniszter. Amit én nagyon furcsának tartom, engem nem tudom hány újságíró feljött, mint ellenzéki politikus, hogy na, Helmetsz, az biztos sok mindent tud Sesták Miklósról. Igen, sok mindent tudok, egy kiválóan képzett kollega, mindig jó kollégám volt, normális, tisztességes embernek, tisztességes politikusnak ismertem meg, mást nem tudok mondani, ez nem hír. De az már mégiscsak furcsa, hogy az a magyar nemzet egyébként, aki 6 éve piszkoskodott például velem abban a ominózus hírtévés kábítószeres ügyben, ahol éppen a másik minisztert akarták kinyírni, nem engem, nem Veres János. Most a közelmúltban ítélték el a rovatvezetőjét, Villányi urat, a sérelemre elkövetett rágalmazás miatt fizikai munkával eltöltendő közmunkára. Még az is neki megy már a miniszternek, mert éppen innen van. Amit én nagyon-nagyon hiányolok. Miért nem állnak fel a megyei politikusok, amikor a rossz hír kertik rólunk, akkor felállunk, sajtótájékoztatózunk? Miért nem állnak fel a megyei kormányzati politikusok, azt mondják azt, hogy kérem, elég volt. Békén lehet hagyni. Majd nézzék meg, hogy fog teljesíteni a miniszter, és majd, hogyha a miniszteri munkájával probléma lesz, akkor lehet szórakozni. Én ügyvédként különösen nehezen élem meg, ha egy kollégámat bántanak a következő miatt. Mi ügyfeleket, cégeket képviselünk, alapítunk, nagyon sokszor nem bérmunkás hajadonokat védünk. De ettől még nem vagyok bűnpártoló, nem azonosulok a bűnözővel, ez a hivatásunk.
Ez a hivatása Sesták úrnak is. Meggyőződésem, hogy a miniszteri teljesítménye igazolni fogja a vele kapcsolatos mocskoskodásoknak az alaptalanságát. Köszönöm.